Üdvözlök ismét mindenkit nagy szeretettel, ez itt a Morrowind végigjátszásának soron következő epizódja. Utolsó részben ott hagytuk abba, hogy megtaláltuk az inkarnátusnak a barlangját, viszont nem tudok bemenni, mert azt mondja, hogy a Star is the key, csillag lehet a kulcs, hogy bejussak. És az a gyanúm merült fel, emlékeimből emlékszem az Azuráz Star nevű artifactre, ami elvileg egy ilyen erős lélekkő, legalábbis mintha az Oblivionban meg a Skyrimben még az lett volna, vagy már, mindegy. És a lényeg az, hogy lehet, hogy ezt kell megtalálnom, Morrowindben is benne van, és nem tudom, hogy hol. Mivel én nem vagyok az a nagyon wikizős, meg végigjátszás alapján játszó, nem szeretném most előni a poén magamnak, és ezt kikeresni, hogy hol van, meg mit tudom, vagy hogy itt mit kell csinálni. Úgyhogy én elindulok itt a Vernében, és remélem, hogy rátalálok. Hát ha nem, akkor ismét jön az, hogy akkor hogyan tovább, de először is nézzük meg. Van-e az ura, vagy valami ilyesmi topikom? Hát nem nagyon. Az ura az Coast. Hát ez nem sok minden. Nem lettem okosabb. Jó. Ugye ez elvileg egy ilyen Daedric Artifact-szerűség szerintem. Aztán lehet, hogy nem is erre gondolom a mondókat, még egyszer mondom, ez most ilyen kérdéses, de visszajövök itt az elejére az útnak, nehogy elhagyjak valamit rögtön itt. És... Várjunk csak, nem itt jöttem, vagy... Nem egészen értem akkor itt... Miért nem tudtam én elmenni a jó irányba, miért... Aha, mert hogy ez ilyen kb. Arrafele volt, oké, értem. Na, lényeg az, hogy elindulok akkor itt a völgyben. Na, csak kiszorultunk be. Hello. Jó, ez az állatkert. Kicsit laza kerítés, de nem rossz. Igen, ez egy kis kitérő volt itt ezen a völgyből. Emögött van a völgy elvileg. De nem látok itt semmit. 50. Erre. Itt van jobbra. Ez egy elég fura, igen, hogy kb. Arra kéne mennem. Oh, hello. Engem kerestél. Megkeres tovább. Hát szerintem valahol erre van, igen. Csak így fura, hogy így kell lecsúsznom a völgybe, de... Itt is bejöttem volna. Hoppa. Azért nézem meg itt a völgybejáratát nagyon alaposan, mert nehogy véletlenül itt legyen elrejtve valami kis dungeon, vagy a maga az artifact, vagy tudom is én. Ezt próbálom itt most körül járni. Jó, azt már felfedeztem. Jó, hát nagyjából erre kell menni. Meglátjuk, a völgyeti végig fogom járni. A dungeonban benézek. És ha semmi nyomát nem látom az Azuráz Starnak, esetleg azt tudom megpróbálni, hogy a mi van itt. Nem barátságos. Miért nem? És ők? Ők sem. Most is rácok. Nem akartam balhét, de ilyen agresszívak vagytok, akkor sorry. Na, ez így egy jó belépési pontnak tűnik a völgybe. Nem hiszem, hogy ebbe a ládába találom a Rastart. Igen, mondani akartam, de ezért benéztem. Oda is. Jó. Tehát ha minden kötél szakad, akkor a Ghost Gate bejáratánál levő kis ilyen tavern, vagy van ott van outpost. És legott még meg tudok kérdezősködni egy pár dolgot, szerintem ott sok utazó jár, ugye, meg ilyesmik, úgyhogy talán ők még tudnak segíteni. Nézzük össze erre a kis zsákutca fele, vagy mi ez itt. És ha nem, akkor tovább megyek a völgyben. Úgyhogy van egy pár opció megint. Ugye itt az... Ó, milyen érdekes. Itt ugye a játékban a szabadság megint az, ami ad is opciókat, meg talán túl sokat is ad. Maran? Adon. Szerintem nem jártam. Én is fogok, hogy így folytatom. Na. Ide benézünk, és hát reménykedünk. Ó. Ez a kinézet alapján már jó. Mert ilyen sleepereknek a búvó helye lehet. És ha vannak itt esetleg ilyen priestek, aha. Akár még lehet, hogy jó nyomon is járok.
a Jurassic Star ügyében. Hát éneket már nem lakok el inkább. Nézzük a lokál térképet. Még nem jártam itt, szuper. Esetleg még nyomul is vagyok. Hoppá, ez kicsit mellé ment. Az múltkor ugye kellett pont egy küldetés, az most egyet elteszek, az nem olyan tragikus. Mentek egyet közben, amik így bennővel. Na most már kezd érdekelni tényleg, hogy az Aurora Star-t kell-e megtalálnom. Húha, aztán új van ezerrel. Az biztos ugye ez ilyen Dagot úrféle bázis, vagy nem tudom én, sleeper bázis, vagy mi ez. Tehát ugye a sleeperes questnek elvileg ez a menete, hogy az ilyen bázisokat megtaláljam, ha minden igaz. Ugye ott még a balmarait se találtam meg kb. Vagy pont azt nem, ezeket meg úgy random, igen. Kicsit furcsa, de lényeg az, hogy ezzel is lehet, hogy jó nyomon vagyok. De a legrosszabb esetben csak rútolgatok, meg felfedezek. Ezekben a sziklákban sosem látom, hogy hol járok, olyan furán vannak megcsinálva. Textúrák így összefolynak egy kicsit. Minden jó kis hely. Előkére légy szíves, köszi. Srácok. Aha, és itt találtam meg egy ilyen helyet, amivel... Oh, ez nagyon jó, köszi szépen, ez... Nem rossz, nem rossz. Journey már lakik, elég lesz ide, úgy érzem. Mondom, úgy érzem, egy kis pénz. Végül is ártani sosem árt. És akkor van-e itt esetleg a levitációs ilyen titkos hely, hogy valami? Hoppá. Ez talán nincs, de kedves barátunk, az már elindult utánam. Azért itt nem nehéz leesni, ha megyünk annyiban. Főleg, hogyha valaki olyan, mint én, azért én itt el tudok éneket bénázni sajnos. Az ilyen Máriós dolgokat így Morrowindbe annyira nem... Nem egyszerűek, nem könnyűek. A nagy cseppkövek mindig el szokták rejteni, hogy itt a néha a termeket. Jól meg azt mondtam, mindig néha igen. Mindegy. Hát ha itt ennyi volt, akkor ide már nem is látok sok... Nem, még nem ennyi, oké. Lucetetok van, nem kérek. Ezeket a belleket sose tudtam, hogy lehet itt valami speckot még csinálni. Vannak az étpára. Nem is ez volt a hely, ahol jönni kell, de az egy sleeper bázisnak elmegy, vagy dreamer, vagy ahogy hívja őket. Szerintem most itt nem tudok semmit lerútolni, meg semmi, vagy... Ez ugye mi? Vártam valami, van itt a nagy teremben, itt a végén a dungeonnek, ez egy kicsit csalódás. Pedig úgy néz ki, hogy ennyi. És a világítésben nyomatnék, de... Nem látok itt sem olyat, hogy el tudnék lebegni valahol, vagy ilyesmi. Egyébként sem kezd el kirajzolni a mellékes alagutakat, úgyhogy... Nem hiszem, hogy ez ennyi volt sajnos. Kár érte. Még egy ilyen főpap ellens, fő ellenség sem volt, vagy valami. Csalódás a dungeon. Pedig már azt hittem nyomon vagyok, de nem. Igazából ez a mi jó is, meg rossz is, hogy nem egy dróton megyek végig ugye a játékban, hanem ha belőlük egy questet, akkor szépen végigrángat rajta a kis súgokkal, hanem tényleg fel kell fedeznem, meg kell találnom helyeket, stb. Ez már csak ilyen. Na, tehát itt volt ugye egy ilyen kis zsák utcaszerűség, vagy ilyen indultam, ilyen oldalsó járat a Verlinek. Ezen itt végigmegyek, bár lehet, hogy ez itt akár meddig vezet tovább, nem tudom.
Örülnek a zsákutcán, aha, például így, igen. Wow! A cliffracerek mennyire profik tudnak néha lenni. Team Ahe. Nem ismerős. Nézzünk be. Azt mehetünk tovább a völgyben. Kamerában, oké, akkor nem dumálunk. Nem tudom, miért nem akarom senki beszélgetni. Mindenki ki akar nyírni, de aztán majd mégis ők halnak, úgyhogy... Sorry. Azt hittem ez csak így boxolni akar egyet, hát mondom... Hát ez egy jó nagy raktárnak tűnik. De én HSS ring, az nem rossz. Hoppá. Apprentice-es cuccokat már inkább hagyjuk. Uram, atyám, ez így mindegy nagy loot. Hely, lényegében. Hát talán van is valami fent, ez csak ilyen csalós. Képződmény. Meditációs ringem? Ja, most nincs rajtam ez. Gagyi szolgálatokat nem veszek fel. Oké, jöhet. Szuper. Hát annyira mégsem. Legalább belértem. Na. Akár jó is lehet, de nem az sajnos. Próbálok oda beleesni, hogy ott van még valami, vagy ez csak ilyen szép szikla képződmény, de... Végén nyomtak egy levitációt igazából, és megnézhetem. Láda, nézzük. Ha beleesztem, akkor javítassunk. Hú, volt mit. Na, a Master Slot videó is. Csörnyen elég lesz. Wow, hát ezért megérte. Szuper nagyon. Ez egy kósza, egy-egy aranyag. Attack ki, shock damage. Hát, annyira nem. Annyira ez se, ne vagyunk annyiba. A drága kő az még jó dolog. Szóval szadjuk. Amit azok most ilyenekben. Ez sem. Greater Solgen már jöhet. Jó, volt. Azt keresem, mennyi cucc van itt, azért a többsége az nem azok ide értékes. Restore ház, hát... Szerintem van már egy csomó ilyen, nem rakok el még egyet. Csak azért, hogy legyen. Meg volna olyan Mr. House-ot amúgy is. Oké. Okay. Most sugárban megint csak nem utazok szkumába sem, köszi. Még mindig. Ezt néztem, ezt néztem. Oké. Okay. Igen. Jó sok cucc van itt tényleg, csak ez a baj, át kell válogatni, mi az, ami egyáltalán ér valamit. Egy sem az én broktanya szó szerint. Egy 20-as shock damage, short blade, nem is lenne olyan szörnyű, de... De szokás szerint, mint mondom, ugye nem ezen a szinten. Nem voltam túl kreatív dungeon ellenben. Jó sok cuccok beszórtak a végére. Többségét itt fogjuk hagyni, de legalább egy kis aprót összekaparunk, ha más nem. Ez ilyen kényszeres dolog lehet, hogy egyszerűen hiába tudom azt, hogy ezek az 5-10 aranyat nem fogják megváltani a világon, de alaposságban nem akarom őket itt hagyni mégsem. Na.
és itt nem kell. Jó. Menjünk fel egy levitációval, csak érdekel, hogy van ott valami. Sajnos úgy látom, nincs. Csak ilyen szikla képződmény volt. Itt is van egy ilyen. Na. Jó, egy kicsit már ki néztem itt a pályából. Jó, azt néztem, hogy az olyan rész a pályának, amit valóban fel is fedeztem. Jó, tehát ott voltam. Jók sem lehet, mert koppannék. Tehát néztem, hát. Hát akkor úgy tűnik, hogy ez a dungeon ez ennyi. Várjunk csak, azokat nem néztem, hát. Így van. Oh. És milyen kellett volna, nem nézem őket át. Ez nem. Százas szállítás az mindig. Ez 50-10 szekundum, az a baj, ez a 10 az nagyon kevés, úgyhogy ezt hagyjuk. Soul Trap. Hát, hozzuk el. Jó, akkor ez már tényleg ennyi. Azt mondom, átnéztem, ahhoz hozzáfértem. Hát ez egy tényleg mini dungeon volt. Sajnos nem volt benne sem bónus, se sztár, se semmi. Egy kis apró pénz. Szépen kitisztult az idő, most nem tudom, azért mert kijöttem a völgyből, úgy alapból is, de talán nem volt ilyen szép idő, lássuk. Elkezd a fújni itt a homokszél. Nem akarom elkiaválni. Jó lenne. És akkor az irányt lövöm be. Aha, itt jobbra végig. Itt egy hulla, szuper. Jó, mert én még látok is valamit a völgyből. Jó, a sér nem megyek el a dungeonok mellett. A tetikám ismét növekedett az ég, sosem át. Na, ott a Ghost Fence-nek egy darabja. Kis kerítésnek. Hát laggos cliff racer repked, semmi extra. Érdekes sziklának tűnnek. Benézek ide hát ha. Ez inkább a belli, az inkább aki megy a belliből, úgy látom. Van is egy tábor. Szerintem arra nem kell elmenjek. Hopp, tűván csönd. Ki, hol, mit, miért, merre? Itt a mine megtal. Nézzük milyen mine. Ebony? Gondolom. Ez annyira idegesít, hogyha egyszer az Imperialokhoz így becsatlakozom. A régióhoz. Utána ez egy dum, amit tudnak nyomni, hogy jaj, hol van az áramlat, hol van az áramlat, hihetetlen, hol van az áramlat, és nem lehet velük se elbeszélni semmiről. Mi? Nem lehet velük semmiről elbeszélgetni. Azt hiszem, ez csak egy halott kalandozó? Nem láttam, hogy csak egy ébony. Na, remélem. Azt hittem, hogy valami páncélnak a darabjaidat tévedtem sajnos. Szóval igen, ezért nagyon gagyi, hogy egyszer nem lehet velük valami sem beszélni. Utána. Ebony Mine, belongs to the Emperor. Ezt tudjuk. Ezért körbe járom, hát tudok itt valakivel beszélni, vagy valami kiderül, de... Töve, jó. Még nem fogok Ebonyt lopni, mert nehéz, és már jobb pénzforrásom is van. Na. Van falra, nem tudom mi.
Igen, itt kinyílnak halottak, stb. Stb. Ezt tudjuk. Igen. Ennyi, senki nem mond semmi, érdekes ember tenni. Érdekes, kis... és milyen semmibe. Ízlelőhely sincsen. Jó, hát ez az Ebony Mine, úgy tűnik, hogy nem tud más, mint egy Ebony Mine. Kevésbé meglepő módon. Úgyhogy szépen visszamegyünk. A kémél az őr. Köszi. Na. Ja, itt el lehet akadni ezekben a kövekben, meg gerendákban, meg mindenben. Csak már kiállt, ugye. Nem voltam, de szokásos. Nem bújtam be a sarokba, tehát nem derítette fel, de már voltam, igen. Na. És jól emlékszem, akkor erre tovább kell folytatni ezt a tímmel. Mögöttem megjön valami. Ó, Istenem. Miért járok így mindig? Itt is egy tábor. Van ott a tábor, lássuk. Sziasztok. Az. Na, na. Már most nem varázsolják csak. Stupid. Na közben valahogy lecsaptam véletlenül a tükrészert is talán. Ó, egy kis pénz. Ez a 45 ez már ilyen számottevő legalább. Nem csak 5 meg 1, meg nem tudom ilyen hány arany. Nagyon jó. Na, megbunyóznak a szörnyek. Jó, persze nem bunyóznak, de... összegomolyodtak körülbelül. Azt nem tudom, hogy itt a Moonlight Starlockról megkérdezem a másik törzset. Tudnának újat mondani, de attól tartok, hogy nem. Ugye ez a törzs, akinél az Zúsi lakó, vagy melyik, ugye ők az őrzői a proféciáknak, meg ezeknek a dolgoknak, ha jól tudom, jól emlékszem, és valószínűleg ők tudnak róla a legtöbbet, tehát hogy ők nem tudják, hogy mi van, akkor a törzs sem fogja tudni. Bántasz? Hát, én is téged akkor. Eggmine, ez amit most nem fog végigjárni. Hát ha ott van a Ashura Star, akkor ott is marad. Tényleg csöndbe járt, többit meglátjuk. Sandus, Ancestral Tomb. Hát, lássuk. Ó, sziasztok. Itt a forgalom látom. Na. Te próbálok hiszen gyorsan át szaladni ezen, mert... Fireball zárt. Jön a Reeves. Fontos mennyi most csinálom, ugye 200, ez jó. Ezt hagyjuk. Na. Azért kaptam fel egyet, hogy majd hát a jó lesz. Na. Meg itt az árakkal nem kell bajlódni az ajtón, az is valami. A Warhammer. Megeszem. És annyira se. Jó kis nyugodt zene közben, meg az ajtón kinyúlnak a csúnya kezek, tök jó. Na.
Nézzünk egyet mielőtt még. Mert hogy csináltam volna egy checkpointot ott az ajtóban, most gondolkodom, de mindegy. Most már mindegy, na. Dead body. Kösz. Poison. Oké. Wow. Milyen illusztris vendég. Kedvéért elnyomok egy lélek elfogást, hát ha. Salt Rapex Filtering például az elég beszédes nélkül. Wow. Hát ha van olyan lélek, amiben belefér a lelke. Látszik, nem volt. Csak egy törpe spirit adott volna, hát az elég gagyi, mit ne mondjak. Ugye semmi éri semmi. Bejutam át. Elég gyér loot ez, már ezen a szinten, megint csak azt kell, hogy mondjam. Jó, és ez a nyolc. Úgy tűnik igen. Hát eddig a völgyben nem sok azul ezt start találtam, hogy mit ne mondjak. Remélem nem lesz a sorozatban a második leghosszabb kóvájgás körülbelül, nem tudom szebben kifejezni. Akkor így elveszek a questben. Folyamatosan futom és a staminám sose töltődik vissza, az még annyira nem jó. Igazából, de mindegy. De sem itt, hogy nincs valami ajtó, vagy ilyesmi, de... Pedig úgy tűnik, az Ghost Fence, itt majd lesz valami, ha jól látom. Elég fura volt, igen, az ajtót nem láttam, csak a keretet. Kicsit furcsán nézett ki. Ó, de jó. És egy Eggman. Az akkor nem megyek be. Igen. Azokat most hagyjuk ki. Egy meg Ebony Mine-ban nem valószínű lesz bármi sem, amit most kéne. Egyáltalán loot vagy a questhez is, tehát egyik sem. Na. Ez még az. Mi berepül egy-kettő? Ez nem jött, oké. Na, azt mondja, hogy... De... Hát ő, srácok, mint ha véget ért volna ez a völgy. És most ilyenkor mi van? Akit benézni, de nem lenne túl sok mindent. Ez nem nagyon magaslatra csak műsor fel az a lényeg, mindkivel. Most létszik az. Persze, hogy most. Nem is egy, érzés van. Most azt le fogok itt csúszni. Ajjajjajjajjaj. Au. Egy charge-om, az ciki. Most én bagosan megálltam itt, igen. Na. Hol lesz ki kigyűrös, igen.
Manából még el tudom nyomni, igen, a meditációt. Majd scrollok. Lehet, hogy máshogy hívják is van még. Meditáció, hát őszítés, nem nézik. Nem mondjuk ez. Nem érdekelsz, nem érdekelsz. Oké, hát szerintem ez már nagyon nem az út, ahol nekem járni kéne. Nem mondom őszintén. Na jó, akkor mit lehetne tenni? Viszonyik az anyag kembe. Hát ha? Tudnak valamit? Mivel jelenleg okosabbat nem tudok. Lehet, hogy az lesz. Nem tudom, az lesz. Na, hello. Gyere, na. Már ez, hogy meg kívánom, nem akarok felesni, érted. Jobb a fajta hegyláncokon végigszaladgálni. Na. Így már nem, ha megzavarnak. Közben gyönyörködöm a szép kilátásban. Igen, nagyon zajlott kent arra lesz. Nem is tudnám még most levágni az utat, hogy láttam, hogy... Körülbelül erre. Ott volt is egy út. Meg is említettem szerintem, amikor arra jártam. Jó, így most belátni a Ghost Fence-t is, meg tudom a terepet. Die already. Na, azért még. Nem úgy tűnik. Sőt, eléggé holtnak tűnik. Jézus, mennyi hülye. Azért Cliff Racer repkedott. Még jobb rodél lesz. Hát ez így érdekes lesz. Lehet, hogy megtaláltam én már azt, amit itt Starnak mond, csak leraktam én hülye fejjel a cuccaim közé valamikor. Lehetséges. Valamilyen Star találtam. Moonen Star szerintem nem találtam meg azért. Nem rémlik, de... Amilyen jó memórián még az is lehet, megtaláltam és eltettem a ládámba, de nem hiszem. Inkább arra tippelek, hogy vagy találtam valamit, amit itt mint Star tudok használni. Ez egyik forgatókönyv. A másik, hogy kellett volna megkérdezősködnöm törzsnél, hogy mi az a Star. Esetleg. Aztán, hogyha tényleg az Azurán Starról van szó, az tök jó, csak még mindent tudom, hogy hol keressem. Még úgy is van. Na, nem itt volt az a... Az út, igen, itt voltam, és akkor itt ugye, aha. Igen, pont ez a kis út kivezet a völgyből, törzshöz, ha minden igaz. Nem is tudom, melyik törzs, melyik volt, lehet, ezek csak így elküldenek a fenébe, aztán kész, tök jó lesz. Az elméket láttam meg, vicces. Ott van valami ajtó, azt tetszik, meg ott egy dungeon. És erre van a törzs valahol, oké. Aha, ott látok sátrak. Hát, benézek abba a dungeonbe, amíg ott nem voltam. Az a több komplexum, az ott voltam, így van, az fel van derítve. Elvileg az az. Na jó, most már tényleg.
Kéne valami óra, hogy amilyen nagyon gagyi szörny, ezt így egyből kinyírja, aztán kész, ne kelljen kilódni már. Ezt megnézem, mert ez közel van, meg ugyanús, hogy esetleg... Mi lesz, ezt sem tudom. És még lehet itt valami, talán még a törzsel kapcsolatban is. És nem voltam itt szuper. Hoppá! Trackpad 100-as door. Én már voltunk ilyen helyen, ez gémlik. Pont itt voltam el, de nem hiszem, mert nem volt felderítve. Mindegy, törjünk be. Azt mondja, hogy... Jó. Jó, akkor az a scroll off, nem tudom micsoda, ami... Kinyitja ugye a százas zárakat, az kéne most. Meg még a pikkel, inkább nem. Csak simán treppes. Na. És használtam. Ebben is itt vagyok, hát nem igaz. Sima csapdás. Ebbe semmi volt, oké. Nem tudom, mi zártak itt annyira. Ennyi minden van. Ó! Oh. Tudom, a sztori is van ezekről? Meg kell nézni, hogy mit lehet itt felbújtolni, vagy... Nem tudsz lehet... Ah, beizbújtok, oké. Okay. Írja az örömágus. God is the Maggot King. Van egy ebony staffja, ami nem rossz. Exquisite ring. Nem szolgál. Elég jó cuccai volt, amit nem mondják. Ebony staffot nem rakom el, mert nehéz is. Csak annyira nem. Na innen óvatosan... Ó! Oh. Shadows. Ez gyanús. Egyrészt marha értékes. Az a 45 speed 20-30 az nagyon übernek tűnik. Ez darkness, az mondjuk. Tehát kinézem, hogy az ES quest item lesz ennél a törzsnél. Csambázzal nyugodtan. Ó! Oh. Nem. Nem halljak bele azért lehet. Jó, hajzint azért nem. Na, és akkor melyik az? Oké. Okay. Hát az ilyen lehet, hogy quest item náluk, az is lehet, hogy csak egy Uber. Mi? Ugye azt hiszem az előző törzsnek is a valami rossz, de aztán a pont, hogy olyan hasonló cucc volt, amilyen üdeszen cuccuk volt, és ki kellett hoznom, azt hiszem. Úgyhogy dumálok velük, hát ha valamilyen quest előjön. Ha nem, akkor csak az a speed bónusz benne, az nagyon-nagyon jól tűnt. Úgyhogy ezt nyel is nyomom, csak itt próbakép. Rossz, de az ugye? Rossz. Már nem van törzs, hogy belőjük az irányt kell arra. Hát... Végül is azt a speedet nem érzem magam annyira, megmondom őszintén. Elég 116-os. Nem rossz, de... Nem suhanak mondjuk úgy, mint a szél azért. És most ilyen félig láthatatlan vagyok, tök menő. Na, sziasztok, meghoztam az Uber íjat, kell valakinek. Ha dumáltunk arra, mit lehet üzletelni, mit kéne üzletelni. Ha ők is dumálnak ilyen témákról.
Jó, hát... meglátjuk, itt jutok-e valamire. Tudsz a tréningen, nem. Szállásokkal azt hagyjuk. Bartereljünk. 9000 arany, jól látom. Ennyi, öcsém, hát vele többet kéne bizniszelnem. Nem fog tudni adni az a bajot, ami... ezt kompenzálja, de mindegy, hol is jön. Scroll. Vigyázz, úgyse tudok ennyit elkérni senkitől érte. Kis tömegtől megszabadultam legalább, ez egy elég durva gazdag kereskedő lehet. Nem ezt akartam, hanem a beszéd témákat. Melvár, igen. Gyümmel, Melvár. Mondtam. Hát... hát annyira nem haladtam itt se, mit nem mondjak. Oké. Ez a nem az okunk. Ezért. Nem akarok én a bizniszről beszélgetni már veletek. Főkvesztel kapcsolatban dumáljatok valamit, létszi. Kösz. Nem vannak ruhák rajtam. Nem tudom, itt már melyik volt, ugye a bajákos asszony, itt van-e, vagy hol. Az Askan, az? Ez lehet törső. És nem feltűhetne mi. Ha? Hospitality. Jó, ez persze, én megosztom. Ők az erős. Törzs, és ők letolják, hogy a többi törzs, ami van, nagyon jó. Szuperul hangzik. Triple wise woman. Akkor te ki vagy, te csak sima törzsfő. Már... ez... hát... mutatok tovább. A Shulden Zyurt. Az nem sok minden. Mi ez, nem vakvágányom vagyok sajnos. Az a problémás része a dolognak, hogy még ha ezt tudom is, vagy azt mondom, hogy elfogadom. Nem tudom, mert tudnék tovább menni. Tudja ezeket a témákat, de újat már nem tudok mondani, lehet. Sajnos. Pusziz jót van. Neki sincs nem arany, hogy látom itt a helyi healer. Nem igazán.
varázsoltál a sok lehetőség a párbeszédben. Ez itt nem vázolni, aha. Hát ha ő sem mond semmit, akkor ennyi. Mondhatna egyébként, de... Nem mindenre próbálok dumálni hátra. Tuszi a healer, igen. Okay. Mere vár, ahogy mondtam, töltötte. Van, semmi értelmes. Köszönöm a meleg üdvözlés, de annál most többre lenne szükségem. Na jó, merre tudnék menni, hogy még nyomozgassak? Menjek a Red Mountain fele, azt mondtam, igen, hogy... Jobbat nem tudok, elindulok oda. Jó, itt a Ghost Fence-en egy olyan rész, ahol be lehet menni, ott vannak ilyen ajtók, stb. És azt meg tudom próbálni, de besúrranok. És így járkálok ott abban a Valley-ben, illetve a Ghost Red Mountain környékén, hát a rákodottam ide. Ezek pont az a maximum, addig ellátok. Ez nem annyira utazó barát. Megpróbálok elkeveredni oda. Nincs egy charge-om, szomorú. Megpróbálok felnyúlni itt. Aztán teleport a varázsolgatva menni. Ez szép időnk lett. Inkább ne csúszszak le. Akkor egy újabb töltet. Próbálok most belepülni. Hát mégis be is repülhetnék a fence-en rögtön igazából. Semmi nem akarja ez meg szerintem. Jaj, de jó. A legjobb helyen, a legjobb időben. Ó, Istenem. Rám törölném már meg, ne? Szóval igen, a bejáratnál az elég, hogy van egy outpost, ami még érdekes lehet. Ajjajjajjajjajj. Kifogytam a charge-okból, hogy zuhanok éppen. Semmi ez. Megfogtam én magam a levegőben. Érdekes manőver volt. Hát nem néztem a manámat, hogy mennyit vett le ez a mágia, de hát itt többet nem tudok mágiálni, úgyhogy el kéne idáig vergődnöm. Már nem érek fel. Érünk. Ha már kerítés tolja vagyok, ott végig tudok talán szaladni. És körbe érhetek. Igen, ez nem sikerült túl jól. Nincs elég varázspontom. Ez a helyzet. Nem egy olyan diffreszere 2 méterre, de azért pihenek egyet, persze. Oké. Okay. Ahogy elveszi több mint a fele manámat, oké. Okay. Ezt nem fogom átudni, és nem fogom tudni elvarázsolni több mint egyszer, ugye így jelenlegi manámmal. Mert hogy itt a Ghost Fence többe is eléggé sziklás. Nem fog tudni csak úgy körbe menni. Valószínűleg itt volt a bejárat. Legalább közeledek. Ami nem mutattam videóban, legalább látszik most közel ez a Ghost Fence. Nem ráz meg, hogy ilyesmi, csak nem enged be. Ilyen egyszerű. Na, talán mégiscsak itt valamennyire.
egy darabnyi körbe jöttem be. Na, gyerünk, gyerünk. Gyerünk én, hogy gyerünk én. Au. Na, még csak ez hiányzott. Kellett volna találjam. Na, na. Nem neked már ilyen értő. Most a pihenő. Na, na. Ó, Istenem, gyerünk már, hát nem igaz. Miért csinálod ezt? Persze, meg tudod, hogy én nem találom a... Na. Még. Jó kis Elvesk Falszos hegymászás. Gyerünk, gyerünk! Ez az, gyerünk. Ah, sikerült, szuper. Hú, ez már egy kicsit durvább fal. De szépen körbejárom most itt az egészet. Most le kéne mennem inkább, mert ott lesz valahol ez a bejárat, csak meg tudnám, hogy hol. Most folytattam a hangom. És egy bánya. Nem érdekel senki és semmi, nem érdekelsz. Ó, Jézusom! Uram, atyám! Igen, érdekelne. Isten már. Hagyjanak nyugtat az embernek végre. Ghost Gate. Ja, hogy egyébként jelölvés van, és nem kell szerencsétlenked. Nem oké. Semmi gáz. Istenem. Hoppá, ott egy tábor. Elég szép díszes csesztjük, ahogy láttam. Gyere. Okay. Undil. Tudják, mit csinálnak itt? Ó, ez egy felborult kis kocsi. Tudom, akkor lehet, hogy bányába jöttek, vagy valami. Szoktak neki pillanat. Na mindegy. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ó, na. És erre vissza kell majd kanyarodnom. Ghost Gate fele. Ó, Istenem. És kell hozzá a navitáció is. Erre. Jó, akkor itt ezt átrepülöm. Látok valami kis ajtót, ami dungeon lesz. Ezt még megnézem. Jó, ott azon túl, ott lesz a Ghost Gate talán. Miért kell neked mindig? Nektek, jól van mondva. Mindig beleszaladni a kardomba. Én nem azt jól láttam. Az még egy mine is, de benézek, mert nagyon közel van a... És nem egy mine, hanem is a dungeon. Nagyon közel van a Ghost Fence-hez, hát ha valami extra cucc van itt.
Az is ott egy másik felé jövök, jobbá? Részfensznek. Mi van itt? Kérem szépen. Na. Na, na, na. Nézgat minket. Úgy látom ez sem. Dálkörök jöhetnek. Ó. Oh. Pénz jöhet. Hát ezzel ugye elgondolkodtam, de... Mondjuk meg. És akarnak támadni, nem tudom, furcsák ezeknél. Jó, szokásos húszcafatok, ezeket nem visszük el, mert nem kell nekünk, és ez a rész ugye akkor itt ennyi. Látom, igen. És itt volt még ilyen lejárat. Hossza, tekergett. Ó! Oh. Kellemes meglepetés. Na, Egy kis limó szólt nekem. Meg is van? Szuper. Van limónk szólt. Talán most nem rossz. Azért tanulom, hogy jobban nálunk. Ezt nem értettem, ezt a részt, ez itt most mi? Miért nem itt ilyen sötét, meg ilyen furán vannak a fényviszonyok, de... Fene se érti ezt. Spellek, cuccok, világítanak alatt, igen. Ezt akartam. Ah, ez egy forrás. Fordít forrás. Na. Feled és forrás, jól értettem. Ez egy elég érdekesnek hangzik. Mi történik, ha beleiszok? Ennyi? Semmi? Hát az elég gondi. Lehet, hogy quest szólna ide, de hát... Kicsit azért. Abba igazán volt, hogy ez egy különlegesebb dungeon, volt itt ez a furcsa forrás ugye. Abban viszont sajnos nem jött be a számításom, hogy ezzel most itt tudnék is bármit kezdeni. Bármit is csinál ez a forrás. Most nem jött be. Csak a vállamban lehetséges, köszi. Jaj, jó ne akartam még itt dungeonbe, igen, vissza. Ott azért tudjak megint lebegni. Na. És akkor a... Igen. Jól értem, de szerintem nem. Talán mindegy. Figyeltem magamnak, hát ha egyszer még mondja. Mindjárt ott vagyok, Ghost Gate még igen. Levitáció. Szuper. Nagyon jó. Köszönöm, ez volt itt egy kis rokkoszt talán, vagy hogy is volt? Ugye ez visszám volt.
tábor. Ez volt az, nem emlékszem, hogy pontosan hogy volt. Rég volt, mikor erre jártam. Nézzük. Monitor from the Ghost Gate from a Ghost Fence. Itt vannak mellette, és nem mondok semmi extra, tehát király. Meg atlétika? Monumentary Order of the Temple. Bűján, nincs ez, nem is tudom kimondani. Csak Lord műveknek válaszolnak, nagyon kemények. Messzi, internet terem. Jó, hát itt nem lettem nem okosabb igazából. Elvileg itt már voltam még az elején ugye a játéknak, de egyrészt nem is emlékszem jóformán mi volt itt, másrészt meg megpróbálok valami infóhozat összekaparni, bármi is legyen az. Akár az is. Ez sem. Sok könyv. Hát ez sem úgy tűnik, igen, hogy nem tovább görítenék a dolgokat sajnos. Szép kis kupola. Nézzük, hát valamit lehet dumálni, de... nincs. Van itt valami ilyen emlékmű, hogy nem tudom, most ez pontosan hol van, vagy melyik rész az, amit ugye nekem itt meg kell látogatni, mint ilyen zarándokló emberke. Zarándok, igen. Szépen manipul is lehet ezt mondani. Köszönjük ezt. Ez fennfele visz. Az Gate Temple, talán ez lesz a... amit emlegettek. Igen. Van mindenféle shrine. Beauties. Some graces. Igen, ugye itt a templomnak is csinálhatnék ilyen questeket, hogy arról beszélgetnek. Business, nem, spells. Van egy kettő, de... de inkább nem. Talán task, ez most látom még a másik toronyba, oké. Lefogtam, igen. Az alsó szintjén még nem voltam a másiknak, és azt hiszem a legeslegalsó szintjén, úgyhogy ezt majd így... megejtjük valahogy külön. Nem is egy ilyen katona, aki csak Lord Vue-eknek katonája, így van. Törő, törő, törő. Erre várjunk. Jó. Itt van az utolsó fogadó még, ugye? Na, oda virak menni. Beedz akár majd azt is. Itt is pont ilyen kaják jöttek a pusztinnak itt, mindegy. Jó. Azt sejtem még, ami lehetséges. Szándékosan
Ugye te tudtad ezt a Chaos Cossades arra, csatlakozik egy nagy házhoz. Szeredoran házhoz, hogy teszem, hogy láttam a témáknál. És lehet, hogy az van, hogy ha csatlakozok egy nagy házhoz, az a quest mindenképpen elvisz oda, ahol esetleg megszerzem az Asuras Stark, vagy a nem tudom mit, amit meg kéne. Ez most megint csak ilyen találgatás. Lehet, hogy mégis arra kényszerülök, hogy ha nem is nézek utána, de videón kívül. Hát az, hogy utána kéne nézni, igen, mert ha még Redoran háznak a quest lenyet elkezdem csinálni, és ugye az nem ad semmit, az marha meg kitörve semmiért. Annak az után kell nézni, hogy időben néz ki. Tehát az elég nagy kitérő, igen, hogyha végigcsinálom a Valorant questline-t semmiért. És így is már elég elnyúlik, ugye a végigjátszás nem hiszem, hogy mindenki ezt végig akarná nézni, nem feltételezem. Úgyhogy... Lehet, hogy most egy kicsit feladom az elveimet, és mégiscsak utána nézek, hogy akkor pontosan merre keresem a az Uranus Start, vagy ezt a bizonyos Start, mert ugye csak ennyit mond a mondóka. Valamilyen Star, lesz a kulcs. Oké. Ez a Travels. Szerintem itt ennyi. Nem szintén, most láttam fel, majdnem. Igen, de majdnem. Az ki nem fejlődött. Jó, itt a szintet. Az Cloud level. Annyi NPC van, de mintha mindig csak ilyen sablon témákról mesélne. Érdekes, még ilyen Glasser mod van rajta, de mondjuk ilyen talán ork sisak. Ugyan érdekes. Na, engem öreg. Ecsi, kösz. Köszönjük a Last of Trunking Temple. Már megzeteltem, úgy látom. Valamiért. 1050-ese van, hát... Nagyon... Nagy húgy, nagy biznisz, de... Nem is valami. És meg van közben 60 000-es pénz. Ez se rossz. Jól tettem, hogy itt ilyen Redoran házhoz tartozó emberkék vannak, így őrzik ezt a Ghost Gate-et, nem igaz. Egy érdekes dolog. Na, azt mondja, ez az is nem, Spitchcraft nem, Sobbében nem kell, kösz. Eddig se kellett. Nem. Ő sem volt semmi különöset, gondolom az árt. Így van. Nincs más teendő, mint a másik, az most a Tower of Dusk. Másik tojnak is lenne ez még az aljába. És ha így csináltunk okosabbak, akkor elkezdek random rambózni szerintem. Vagy a random rambózás jön ugye itt a Red Mountain-nél, bár ez nem hangzik rambózás ötletnek. Hát valószínűleg én teszek igen utána nézni annak, hogy is van ez. Ez a mondóka, szégyen szemre. Nem volt egy húgy nehéz azért bejutni ide, ezt valljuk be. Na, ez mindenkor jöttem se olyan fence.
is rossz. Most mi kezdett el ölni, de jöttem én csak beléptem ide. Au! Hey. Na. Szóval a másik alsó szintre akartam benézni, ott tartottam. Itt azt hiszem, hogy nem voltam ment. Tehát utána, hogy pont itt voltam. Mindegy. Kiderül is. Puff, hát már van egy-két cucc. Lehet, hogy üzeteltünk megint csak. Kínálatából. Új távol shield. Szép neve van, de nem erősebb, mint ami nálam van. Na, szóljunk el neki valami cuccot. Mindegy. Nem szorakodok már itt ezeken. Összegeken inkább. Nézvivek. Tudsz-e valamit? Nem nagyon, mit találtam. Nem is tud trénelni. Oké. Okay. Ezek a dumák ugye nekor már ilyen nagyobb, hát mindent híresebb az ember. Ez a szállásfajtózat kíváncsivá tett. Azt lehet, hogy megnézem, hogy mégiscsak ezt a shield. Annyira nem überek ezek a spellek, sorry. Ez csak egy játékon kívül esünk be. Kíváncsi vagyok. Tudok splitterolni. Érdekes. Ekkas tudok splitterolni, hát nevekkel. Szóval. Aha, hogy itt az überraktár van. De attól még ők jobban püfölnek, ha itt bejövök is randuljadok, értem. Jó. Ezt akkor inkább hagyjuk. De ott is volt a kulcsa. Ügyes vagyok. Még ki is próbálom. Most már. Nagyon überül betörtem, de... Csak körül kellett volna nézni. Valami storage, Ghost Gate storage, vagy ilyesmi neve lesz akkor. Tarvodan volt ki. Igen, szerintem ez az, oké. Semmi gáz. Ja, már itt megnéztem őt is szerintem mindenkit. Jó, hát köszi srácok, akkor ez ennyit tudott. No, hát szerintem... Vagy az lehet, hogy akkor Redoran házhoz ugye csatlakoztam is formálisan, de még nem sok mindent csináltam. Ugye elkezdem a Redoranos questline-t, ez lett az egyik opció. Másik, hogy megnézem a naplomat és lehet, hogy rájövök, hogy valahol itt van ez a sztár, és nem is kéne messze mennem. Valami nem szó szerint kell érteni, nem egy tárgy kell, hanem valamit csinálnom kell. Az is lehet aztán, hogy megvan már egy cucc. Érdekes. Az esetben megvan már a cucc maga, ami kéne. Ugye csak leraktam valahova. Van pár verzió, meg nem tudom melyik lesz a folytatás, a valódi. Úgyhogy előre itt szépen megállítom a dolgot. Kicsit utána nézek, kénytelen vagyok sajnos. Más forrásból is. És hát akkor innen folytatjuk legközelebb, addig is sziasztok!